Korábban repülő modellekkel foglalkoztam, hogy én most már maketteket fogok csinálni, hajó maketteket. És hány darabból áll össze egy ilyen hajó? Hú, nagyon sok, rettentő sok. Mert amikor hozzákezdek, akkor először is a gerincet, vagyis a kilt készítem el, arra ráragasztom a bordákat, és a bordák, mikor tökéletesen a helyükön vannak, akkor kezdődik a palánkolás. László, hogy lehet ez bírni így idegileg? Há, ez a pihentetőben, ez a jó benne. És mennyi idő alatt készültetted ez a hajó? Ez valami spanyol? Én nem tudom, én csak... Nem, ez a váza. Svéd. Svéd zászlós hajó. Svéd zászlós hajó. Spanyol. Igaz, hogy nem sokáig úszott a vizen, mert... Ez rögtön a háború. Tehát ezeket úsztatni is lehet? Nem, vagy csak ez 1628-ban próbaúton. A kikötőben próbaúton, ahogy a szél belekapott a vitorlába, a pillanatban megfordította, és az ágyúnyílásokon beömlött a víz és elsüllyedt. 333 év múlva kiemelték, és most 20 évi restaurálás után meg lehet nézni Svédországba. Nagyon szép. Jóval szebb, jóval gazdagabb a díszítése. Az enyém azért szebb, szerényebb. Menjünk tovább. Ez mi? Ez a Szent István csatahajó. Hát ez a magyar hajógyártásnak... Itt volt a nyelvemem. Igen. Nem jött kapcsi volt. Ez a magyar hajógyártásnak tulajdonképpen egy remeke, mert 1912-ben kezdték el építeni, és 14-re elkészült. A Danubius hajógyár Fiumei gyárában készítették. Fiumében. És ő? Ez a gyönyörűség? Ez egy jelenleg orosz hajó, de korábban egy nagy hajós cégnek volt a tulajdona. Ez 45-be került az oroszokhoz, vagyis a Szovjetunióhoz, és ők először tengerbiológiai kutatásokra használták ezt a hajót. Jelenleg iskolahajóként működik. Például most újították fel 1994-ben német segítséggel. Most ahogy én megértettem, ön hajlítja össze a darabokat, a fát és egyéb ilyen, és szóval ez nagyon hosszú munka. De volt már... Például egy csónakot kidolgozni, ez ami hihetetlen dolog. Hát a Dunán. De úgy ilyen hajón már volt? Vitorlás hajón nem, még közelről sem láttam, csak úgy messzeről láttam. Tehát én gyakorlatilag a képek alapján, a rajzok alapján, de most már én inkább csak képek alapján készítem ezeket a hajókat. És saját célra? Igen. A lakásomat díszítem vele. Hát ókor-ókor eladok belőle. A feleség mit szól hozzá? Az egész lakást így. Igen. Tudja, hogyha most levettünk egy jó néhány hajót a szekrény tetejéről. Boldog otthon, hogy végre. Nem, hiányzik. Hiányzik. Tehát szinte így családtaggá válnak egy-egy ilyen... Meg szokatlan a kinézete, tehát maga a lakás kinézete, hogyha nincs annyi hajó, ezt mi már megszoktuk, hogy tehát László egy hajónak gyűjtő, kellene. Tehát és hány darab van a lakásban? 42-et csinálom, hát körülbelül... Van hely az ágynak? Van. Szekrény tetején meg egy zárt erkélyen helyezem el őket, de én nekem az első gondolatom az volt, hogy nem adok el belőle egyetlen darabot se. Hát most már azért megváltozott a elképzelésem. Elnézést, hiszen... László, gondolom ön a régi hajókat szereti jobban. Mit szól ezekhez a modern, egyre modernebb hajókhoz? Körbenéztem, nagyon-nagyon szépek. Csak hát ezt így nekem csak az jut belőle, hogy így nézegetem, mert az ára az nekünk csillagászati. Ezek drágábbak? Amíg fából szeretne az ember. Igen. Hát tudja. Szóval... Nekem nagyon szép, mert nézze, akkor, amikor én ránézek egy ilyen hajóra, olyan, mint egy fehér szárnyú pillangó, szóval szinte látszik az ember, mikor ránéz, hogy ez repül a vizen, hasítja a vizet, és nekem ez egy nagyon-nagyon szép. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És további berakások, meg egyéb munkákat! Maradjanak velünk, a következő fél órában is rengeteg sztárvendég lesz a vendégünk.